A Vianovai Ifjúsági Csoport Lévai Járási Szervezete és a Fiatalok a Garam és Ipoly Mentéért Polgári Társulás 8. alkalommal rendezte meg Zselízen a Ki a Vagánya vidéken elnevezésű ifjúsági tehetségkutató versenyt. Az esemény egyedülálló a térségben és nagy népszerűségnek örvend, ezért ebben az évben nem csak a Lévai járás, hanem az egész Nyitra megye magyar tannyelvű alapiskolájából várták a megmutatkozni vágyó gyerekeket. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Már etten néz a kattából, ma otthon a kőpokol. Az idei tehetségkutató színpadán 5 kategóriában mutatták be tehetségüket a térség fiataljai, akikből most sem volt hiány. A magyar énekes előadók és népdalosok mellett zenészek, modern, illetve néptáncosok is megcsillogtatták tudásuk legjavát. Ami a minőséget illeti egyértelműen az előrelépés, idén az előválasztó körben nagyon kevés műsorszámot kellett úgymond kihagyni a minőségi hiányosság miatt, tehát egyértelműen komolyabban veszik a felkészítő tanárok is, komolyabban veszik a gyerekek is ezt a versenyt, tehát tisztelettel lépnek fel a színpadra, nem jönnek olyan produkciók, amiknek nincs helye a színpadon. Az 5 tagú szakemberekből álló zsűri több mint 40 műsorszámot értékelt. Többek közt figyelték a versenyzők színpadi mozgását, az előadás módját és színvonalát. A cél sokkal inkább a segítségnyújtás és tanácsadás volt, nem pedig az, hogy éles kritikával illessék a gyerekeket és felkészítőiket. Nagyon fontos, hogy a gyerekek szakszerű segítséget kapjanak, hogyha egy énekest próbálunk nevelni, azt ugyanúgy egy kicsit nézze meg egy színházi szakember, egy logopédus, tehát próbáljon a tanár mindenre figyelni, az a jó, ha minél hamarabb egyfajta közösségépítésbe csap át ez a művészi nevelés. Jó volt nézni a táncosokat, akár 16-an is a színpadon voltak. A szervezők nem titkolt szándéka a fiatal tehetségek támogatása, így a kiosztott nyeremények emeli ebben az évben ráadásként megrendezik a verseny legjobbjainak részvételével az első adventi gálakoncertet, amelyre Palást községben december 15-én kerül sor.